Sziasztok, GameStar YouTube nézők, itt velünk Paca. Sziasztok, itt van velünk van. És hát elérkeztünk a harmadik részéhez a Playstation csatlakoztasd a netre a konzolodat sorozatunkhoz, és akkor át is Pacanak a szót, most a digitális játékokról lesz szó. Igen, ebben a részben elővettünk néhány olyan játékot, ami egyébként nem elérhető dobozosan, csak digitálisan, tehát csak azt tud velük játszani, aki netre csatlakoztatja a konzolját és megvásárolja a sztorból. Láthatjátok ti is, hogy mennyi van. Nagy, hatalmas a választék, és ugye itt van például Manhunt, ami egy PlayStation 2-es klasszikus, vagy itt van a Canis Canem Edit, amit mi bulliként ismerünk, és ez szintén PlayStation 2-es. És itt pedig láthatjuk, hogy egy külön menüben azt is meg tudjuk nézni, hogy mik voltak eddig a legnépszerűbb digitális játékok. És itt van például a, rögtön a csúcson a Rocket League, ami az egyik kedvencünk, hogyha ilyen kis kooperatív munkáról van szó. Igen, illetve egyedül is nagyon sokat gyakoroltunk vele, ez ugye tavaly júliusban, amikor megjelent, június-július környékén ingyenes is volt a PlayStation Plus felhasználóknak, és nagyon sokan megszerezték akkor, de a játékozata nagyon sokat fejlődött egyébként frissítésekkel, ugye ahogy az, arról az első részben hallottatok, ezt ezt is rengeteget frissítették, és rengeteg új tartalom jött hozzá mind ingyen, mind fizetősen, illetve fut a online szezon is. És hát láthatjátok, hogy osztott képernyőn is lehet játszani együtt, tehát nem csak két gépen lehet a neten keresztül, hanem, hanem együtt is tudjátok két kontrollerre játszani, és hát egy tényleg egyébként nagyszerű móka. Lehet, hogy aki elsőre látja, annak elsőre egy, talán egy picit ilyen egyszerű dolognak tűnik, és azt mondja, hogy hát ez azért annyira nem nagy dolog, de higgyétek el, hogy nem véletlen, hogy iszonyatos nagy tábora van. Igen, ez a könnyű megtanulni, de nehéz profivá válni benne. Igen. És hát itt van a következő játékunk, pedig a Bro Force, ami nekem egy újdonság volt, de Pacoma jobban ismerít, és hát ez az elmeboly kategóriája, mármint a jó értelembe vettem, hogy nagyon vicces játék. Igen, nagyon vicces, nagyon túltolták ezt az amerikai hazafiságot, illetve olyan akciósokkal találkozhatunk benne, mint Brominator, vagy a Meggy Bro, azt hiszem úgy hívják, de ugye a Indiana Jonesnak, Terminátornak a játékbeli változatai, mindenki másféle fegyverrel. Rob, Rob, Rob Cop, vagy... Igen, Én... igen, igen, a Rob, Rob Cop, ugye a igen. Robo... Igen. És uh, ki tudjuk őket szabadítani, és feloldani őket, és akkor velük játszani, mindegyik másik fegyverrel rendelkezik, más, 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 alternatív fegyvere is van. MacGyver például bombákat tud dobálni, de ott van a penge, vagy itt van az S. Broliams. Igen. Uh, ott van a penge, aki kardozni tud például, vagy a Men in Blackből ismert uh, Ügynök. És hát annyiban hasonlít a Rocket league hogy ez is egy nehéz játék egyébként, tehát most lehet, hogy azt látjátok, hogy itt most én felett teljesen össze-vissza önfelette rohangálunk, meg lődözünk, de ahogy egy pillanatra nem figyeltek, meghaltok. Tehát itt nincsen életerő, hanem itt rögtön, ahogy valaki eltállnak, az meghal ki, hogyha gyűjtött plusz életet a hát, pályán. Hát, hogy föloldott föl egy újabb karaktert, kiszabadított valakit, Igen. akkor újra tud csatlakozni. És hát itt pedig megint egy nem egyszerű játék, ez a Towerfall Extension, illetve ez pedig már egy Upgraded verziója, mert az ott a DLC is kijött hozzá. Ez megint csak a kooperatív együtt töltött estéknek a egyik legjobb játéka, tehát a GS tábor egyik legnagyobb játéka. Egyszerűen fantasztikus, egymás ellen is lehet négyen játszani, vagy ketten a story módban pedig a gép ellen. Most ezt láthatjuk, és akkor kooperatívban lehet a különböző mindenféle felbukkan a ellen játszani. Azért mondom, hogy a lakzatok, mert megfejtetlen milyen. Igen, néha olyan nagyon fura Igen. szörnyek vannak, és annyiból áll teljesen egyszerű ez a játék is. Nyilakat kell lövöldöznünk rájuk, azzal tudjuk őket megsemmisíteni, átugorhatunk a pályán fentről lefelé, taktikázhatunk így, illetve némelyik szörnyre rá tudunk ugrani, ugye ez a klasszikus Máriós megoldás hogy ráugrunk, és akkor eltűnik, de én például megszívtam egyszer azzal, hogy ráugrottam az egyik ellenfélre, és hát nem eltűnt, hanem felrobbant. Igen, és hát iszonyat mennyiségű ilyen kis power lehet felvenni, amiket ki kell tapasztalni, mert van, hogy magunkat ők meg velük, tehát eszméletlen, hogy ez a játék is mennyire mély tud lenni, hogy adunk neki egy kis időt, bár ez is talán első egyszerűen tűnik. Ezt pedig mindannyian szerintem jól ismeritek, ugye a PC-n is, és mindenféle más platformon hódító World of Tanks megérkezett PlayStation 4-re a PlayStation 4-es változat szebb, mint a PC-s változat. Ugye a PC-nél arra mentek rá, hogy minden, lehető legtöbb gépen fusson, itt viszont az volt a lényeg, hogy lehetőleg jobban kihasználják a PlayStation 4-nek az adottságait. Ugyanúgy ingyenesen játszhatjuk, vásárolhatunk hozzá különböző tankokat és mindenféle tartalmakat, de alapvetően minden elérhető ingyenesen, és ugye online multiplayerben játszhatjuk egymással, vagy kihívásokat is teljesíthetünk, hogyha valakinek éppen ehhez van kedve. És ne felejtsük el, hogy ez is egy nagyon feltörekvő esportjáték, ugye mi is rendszeresen kirátogatunk a wargaming a az éves nagy fináléjára, ahol itt is már ilyen több millió dollárna tart a özdíjazás, szóval ez egy igen kiemelt esport lett. Igen, de nem kell félni attól, hogy aki kezdőként belevág, azt el fogják csapni. És akkor végezetül pedig az idei év egyik legkedvesebb, legbálisabb játéka. Azt hiszem, hogy ezt kimerem jelenteni bárki előtt, ez az Unravel, ami egy, hát egy fantasztikus kis történet. Eleve én örülök annak, hogy az IE, akit pár évvel ezelőtt még ugye a nagy óriásnak tekintettünk és szittünk folyamatosan, az Na, persze ilyen nem Persze, hát csak a politikája, ugye, hát minden nagy céggel ez történik, hogy úgy tűnik, hogy túl sok pénzt akarnak, de itt szó nincs erről ennél a fantasztikus indiátéknál, ahol maga a fejlesztő srác is egy nagyon szerény és egy nagyon jó fejember és egy nagyon megható történettel találkozunk, ugye ez a, ezt a célna figurát kell tulajdonképpen irányítani az egész játék során, és az okoz a nehézséget legtöbbször, hogy nem elég tovább jutnunk, hanem arra is rá kell jönnünk, hogyan tudjuk a legkevesebb célnát felhasználni, mert látjátok, hogy ahogy megyünk előre, ugye folyamatosan fogy a testünk, kicsit morbidan hangzik, és akkor úgy kell néha visszamennünk, hogy úgy kell megcsinálnunk az egészet, hogy sokkal több célnával tudjunk tovább jutni, úgyhogy ez sem egy egyszerű játék, és csodálatos megható története van egyébként annak, aki beleássa magát. Igen, az fura, hogy a nagy Battlefront és hasonló játékok mellett ilyet is kapunk az ea től de tényleg fantasztikus élmény, mindenkinek érdemes kipróbálni, aki valami olyasmire vágyik, ami tényleg nem akciódús, de legalább elgondolkodható, nem csak azért, mert nagyon megható a története, hanem azért is, mert meglepően nehezek egyébként a feladványok igen, benne. Igen, és hát láthatjátok például pont ennél a rénszarvas jelenetnél, hogy azért egészen megdöbbentő grafikai megoldások vannak ebbe is, tehát hogy igaz, hogy ez egy platformer, és persze nyilván ezekkel az említett a említett ajátékokkal nem is akar versenyezni, de mégis nagyon gyönyörű dolgokat tud produkálni. És hát is a videók végére értünk, azt hiszem, hogy itt a GameStar oldalán talán tényleg a legjobb érvek a játékok, és most fel tudtunk sorakoztatni öt érvet is mellett, hogy miért érdemes digitális játékokkal foglalkozni. Igen, és ugye ezek már, ez csak néhány volt a legjobbak közül, ami mi személyes kedvenceink közül, de ezek mellett még rengeteg más találhattok a PlayStation Store-ban, hogyha netes csatlakoztatjátok a konzoltokat, és megkeresítek azt a menüpontot, amit a videó elején is láthatotok. Sziasztok! Sziasztok!